Kenneth Branagh rajongóin kívül kevesen tudták, hogy az angol színház és filmművészet egykori ragyogó tehetsége, meg annyi Shakespeare filmadaptáció ambiciózus rendező főszereplője valójában ír munkás családba született. Most viszont a 7 Oscar-díjra jelölt Belfasttal leforgatta saját gyerekkorának és szülővárosának mozgóképes emlékművét. Hogyan lett Hollywood kedvence, és mikor nyergelt át Disney meg Marvel filmek bérrendezésére? Hány Kenneth Branagh van? Portré. Két Kenneth Branagh létezik. Ezt a legvilágosabban mi, magyar mozinézők láthatjuk, akik februárban 2 hét leforgása alatt köszönhettük Branagh T., az iparos mesterembert a Halál a Níluson rendezőjeként és főszereplőjeként, valamint Branagh T., a szerzőt, aki a mélyen személyes Belfastot készítette. A szőnyegázásszerűen érkező Branagh filmek alapján úgy vélhetnénk, Hollywood legtermékenyebb és legmenőbb rendezőjéről van szó, ami távol áll a valóságtól. A filmkritikusok java része utoljára 25 éve emlegette Kenneth Branagh T. nagy tehetségként, azóta sokan szinte teljesen leírták őt közepes stúdiófilmek rendezőjeként és nagy költségvetésű produkciókban haknizó mellékszereplőként. Ám ez is tévedés. 2022-ben megállapíthatjuk, hogy Kenneth Branagh nem is változott olyan sokat, mint hittük, a saját útját járó, öntörvényű színész és rendező maradt. Idén 7 Oscar-díjra jelölték a gyerekkori élményein alapuló Belfastot, úgyhogy épp itt az ideje, hogy mérlegre tegyük, mit köszönhetünk neki a 40 éve tartó karrierje alatt. Ír proli gyerekből az angolok üdvöskéje. Kenneth Branagh Észak-Írország fővárosában, Belfastban született 1960-ban, és oda is tért vissza, hogy sztár legyen. Ez a 80-as évek elején történt. Branagh akkor nem sokkal múlt 20 éves, élete nagyobbik felét Angliában, Reading városában élte le, ahova 9 éves korában költöztek a szüleivel Belfastból. Szülővárosában a 60-as évek végén robbant ki a függetlenségpárti és az Egyesült Királyság párti írek másik nézőpontból katolikusok és protestánsok közötti erőszakos konfliktus, a Branagh szülők a polgárháborús helyzet miatt kezdtek új életet Angliában. Kenneth apja jó állást kapott az építőiparban, a kisfiúnak pedig az írmelós közegből kellett beilleszkednie az angol alsó középosztályba. Egyszerre váltott tehát nemzetet és társadalmi osztályt, a kívülálló pozíció és a megfeleléskényszer pedig olyan személyiség formáló hatással volt rá, amiből művészként is ihletet tudott meríteni. Branagh kamaszként kapcsolódott be a readingi színházi és amatőrfilmes életbe, és érettségi után felvételt nyert London egyik legrégebbi színi iskolájába, a Royal Academy of Dramatic Art-ra. Nagyjából ugyanakkor végzett, mint Sean Bean, Fiona Shaw és Mark Rylance, de nem sokkal előtte még Alan Rickman és Jonathan Price is az intézmény hallgatója volt. Hagyományosan innen került ki a brit színjátszás krémje. Branagh a 80-as évek elejétől párhuzamosan játszott színházban és filmen, és mint említettük, ekkor tért haza először Belfastba, egy BBC-nek forgatott 3 részes tévéjátéksorozat kedvéért. Ebben egy Billy Martin nevű, munkásosztálybeli fiút játszott akkora sikerrel, hogy állítása szerint Angliában a mai napig B-ként ismerik fel az utcán, nem Shakespeare filmadaptációi vagy a Harry Potter és a titkok kamrájában játszott szerepe miatt. A tévében szerzett ismertség is hozzájárult, hogy Branagh számára egyenes út vezetett a Royal Shakespeare Company társulatába, majd onnan kiválva, 1987-ben alapította meg saját színházi társulását, a Renaissance Company-t. Írfiúként angolabb lett az angoloknál, és az évtized végére nem csak a Szigetországban, hanem a tengeren túlon is elkezdték megismerni a nevét. Shakespeare diadaltól a Shakespeare csömörig. 27 évesen rendeztem meg az 5. Henriket. 29 voltam, amikor 2 Oscar jelölést kaptam érte, egyet színészként, egyet rendezőként. Egyeseket ez hihetetlenül idegesített, ők azt gondolták, basszam meg. Így emlékszik vissza Branagh hollywoodi bemutatkozására a Vulturenek adott, idén januári interjújában. Amerikába érkezése tényleg meseszerű volt, noha sikeréhez hozzájárult az is, hogy akkoriban a brit filmipar több fontos szereplőjére és tendenciájára is vevők voltak az Egyesült Államokban.
A 90-es évek elején népszerűségük csúcsán álltak a viktoriánus Angliáról mesélő regények míves kiállítású filmadaptációi, Pierce Brosnan és az Aranyszem újra népszerűvé tették James Bondot, Mike Leigh és Danny Boyle nemzetközi hírnévre tettek szert kultfilmjeikkel. Ugyancsak Nagy-Britanniát képviselték Hollywoodban az ekkor sztárrá emelkedett színészek, Hugh Grant és Gary Oldman, Liam Neeson és Alan Rickman, vagy éppen Branagh akkori felesége és állandó színészpartnere, Emma Thompson, akivel 1989 és 1995 között voltak házasok. Ezt a brit hullámot lovagolták meg Branagh feszített tempóban készített Shakespeare filmjei is, amelyek révén a színészrendező éppen olyan szakértőjévé és mozgóképes tolmácsává vált William Shakespearenek a világ szemében, mint fél évszázaddal előtte Laurence Olivier. Ami azt illeti, a Branagh-Olivier párhuzam a 90-es évek egyik legtöbbször ismételt kritikusi közhelyévőjé kopott, mert nagy elődjéhez hasonlóan Branagh is egyszerre volt rendezője és főszereplője a drámaadaptációknak, ugyanúgy az arisztokratikus brit attitűdöt képviselte Hollywoodban, és a filmszakma is hamar a keblére ölelte. Branagh valóban hatalmas lendülettel vetette bele magát a Shakespeare filmekbe, és a két Oscar jelölést begyűjtő 5. Henrik után megcsinálta a sok hűhó semmiért sztárparádés feldolgozását, eljátszotta Iágót az Oliver Parker féle Otellóban, a sorozat betetőzéseként pedig 4 órában vitte filmre a Hamletet, természetesen saját magával a főszerepben. Annak ellenére, hogy ebben a filmben is feltűnt szinte mindenki, aki élt és mozgott Hollywoodban, még az első sírásót is Billy Crystal játszotta, leginkább arról maradt emlékezetes, hogy ugyanúgy hidrogénszőkére volt benne festve a fontosabb szereplők haja, mint az 1998-as román futballválogatottban, és sajnos a hatás is hasonlóan nevetséges volt. Innen nézve nem is olyan meglepő, hogy Branagh ezredfordulós Shakespeare filmje, a lóvá tett lovagok csúnyán megbukott. Igaz, hogy a rendező azóta is visszatér Shakespearehez, Bryce Dallas Howardot rendezte a 2006-os Ahogy tetszikben, és ő maga játszotta el a Stratfordi birtokára hazatért, idős költőt a 2018-as Színháza világban, de láthatóan kevésbé fűti már az adaptációs lelkesedés. Vagy legalábbis nem Shakespeare műveit dolgozza fel. A rendezői irányváltás 2000 környékére vezethető vissza, amikor Branagh kétségtelenül alkotói válságba jutott, ám ekkor sem maradt munka nélkül Hollywoodban. Addigra már filmsztár lett, majd megtalálta egy új feladat, kiderült, hogy egyáltalán nem ragaszkodik a saját ötleteihez, és kifogástalanul megrendezi a gondjaira bízott stúdiófilmeket. A Marvel szuperhős filmet ő sem látta jönni. A legtöbben valószínűleg a mai napig színészként tartják számon Branagh-t, és csak másodszorban tekintik filmrendezőnek, pedig ez a két szerepkör angliai színházi éveitől kezdve összefonódott a karrierjében. Persze, szerepet vállalt néhány olyan, nem általa rendezett filmben, amit rengetegen láttak sokan a második Harry Potter film By Gunnar Gilderoy lokártyaként fedezték fel újra maguknak, de ő volt a főszereplője Woody Allen sztárral szembenjének, Will Smith ellenfelét játszotta a Vadi új vadnyugatban, újabban pedig katonatisztek szerepével találták meg a Valkürben és a Dunkirkben. Számunkra mégis emlékezetesebbek azok a filmszerepei, amelyekben saját magát rendezte. Az Emma Thompson alakította Femme Fatale hálójába gabajodott a Meghalsz újra című detektív Noirban, majd a hollywoodi taposómalomba belefásult írót játszotta kiváló barátaival, Stephen F. Y-jal, Hugh Laurievel, Imelda Staunton-nal és persze Thompsonnal együtt forgatott szilveszteri duranásokban. Hozzájárult a 90-es évekbeli hollywoodi presztízs horrorok trendjéhez a Frankensteinnel, és az említett színháza világ is több figyelmet érdemelt volna, nálunk például csak DVD-en jelent meg. Váltakozó sikerű filmekben ugyan, de színészként Branagh végig szem előtt volt az utóbbi évtizedekben. A Meghalsz újra, majd a Frankenstein ugyanakkor azt is bizonyította, hogy remekül érti a klasszikus hollywoodi műfajok logikáját, és egyáltalán nem okoz gondot számára, ha egy-egy filmjében a szerzői önmegvalósítás háttérbe szorul. Ezért nem stimmel teljesen a párhuzam Laurence Olivier-vel, utóbbi kínosan ügyelt rá, hogy rendezőként messziről elkerülje azt a fajta tömegkultúrát, amelyben Branagh láthatóan remekül érzi magát.
Az ír alkotó viszont a 2000-es évek derekán megre